Márai Sándor, mennyből az angyal. Mennyből az angyal, menj sietve az üszkös, fagyos Budapestre. Oda, ahol orosz tankok között most hallgatnak a harangok. Ahol nem csillog a karácsony, nincsen aranydió a fákon. Nincs más, csak fagy, didergés, éhség. Mondd el nekik úgy, hogy megértsék. Szólj hangosan az éjszakából. Angyal, vigyél hírt a csodáról. Csattogtasd szaporán a szárnyad. Repülj, suholj, mert nagyon várnak. Ne beszélj nekik a világról, ahol most gyertyafény világol. Meleg házakban terül asztal, a pap ékes szóval végasztal. Sejjen papír zizeg, ajándék, bölcs szó fontolgat, okos szándék. Csillagszóró villog a fákról. Angyal, te beszélj a csodáról. Mondd el, mert ez világ csodája. Egy szegény nép karácsonyfája a csendes éjben égni kezdett, és sokan vetnek most keresztet. Földrészek népe nézi, nézi. Egyik érti, másik nem érti. És minden rendű népek rendek kérdik, hogy ez mi végre kellett. Miért nem pusztul ki, ahogy kérték? Miért nem várta csendben a végét? Miért, hogy meghasadt az égbolt? Mert egy nép azt mondta, elég volt. Nem érti meg ezt az a sok ember, mi áradt itt meg, mint a tenger. Miért remegtek világrendek? Egy nép kiáltott, aztán csend lett. De most kérdik, egyre többen kérdik, hebegve, mert végképp nem értik. Ők, akik örökségbe kapták. Ilyen nagy dolog a szabadság? Angyal, vidd meg a hírt az égből. Mindig új élet lesz a vérből. Találkoztak ők már néhányszor. A gyermek, a szamár, a pásztor, az alomban a jászol mellett, ha az élet elevent ellett. A csodát most is ők vigyázzák. Lehelletükkel állnak strázsát, mert csillag ég, hasad a hajnal. Mondd meg nekik, mennyből az angyal.